Tikkasztó nyári melegben nyitotta meg a hajdúböszörményi ifjúsági fúvószenekar a Ladányi Nyár elnevezésű rendezvényt. Ismert dallamokkal csábították a püspökladányi lakosságot a főtérre. Az összesen 9 héten át zajló program sorozat első állomása a Betyár Vígasság nevet kapta. Ladányi Nyár nyitó rendezvényét tartjuk most június 30-án. Ugye egy 9 rendezvényből álló sorozat kezdődik ma, ami egészen augusztus 20-áig tart, és minden szombaton este itt a főtéren a város központban lesznek különböző programok. Ma a Betyári Vigassággal kezdjük meg ezt a programsort, aminek azért Betyári Vigassága neve, mert egyrészt egy picit ugye a folklór, illetve a mint sáréti jelenség, a betyárkodás is eleme lesz ennek a programnak, tehát próbáltunk egy kicsit tematizálni. Illetve azért vigasság, mert nem csak folklor elemek lesznek benne, hanem nyilván lesz szórakoztató, sztárvendég, diszkó, tehát sok-sok olyan dolog, ami feldobja azt a dolgot, ami a hagyományőrzésen túlmutat. A rendezvény sorozat ötlete polgármester asszonytól származik, aki elmondta, reméli, valami olyan indult el idén nyáron Püspökladányban, ami hagyománnyá válik, s közelebb hozza egymáshoz az embereket. Tavaly évvégén, december 10-én megtartotta a város az önkormányzat a Krampusz Fesztivált, és olyan sikeres volt, hogy olyan visszajelzéseket kaptunk a ladányi emberektől, hogy ennek legyen folytatása. Természetesen a Krampusz Fesztivállal hosszú távon gondolkozik az önkormányzat, hiszen a testvérvárosunk látogatott el, és ők tartották ezt az előadást. És utána arra gondoltunk, hogy ha télen mínusz 10 fokban meg tudja valósítani az önkormányzat, akkor miért ne tudnánk nyáron, hogy ide csalogassuk azokat a külföldieket, akik a fürdőbe vannak, és talán még jobban megszeretik, megkedvelik a településünket, és akkor a jövőre, 2013-ban már még szívesebben látogatnak el ide a városba. 9 órakor kezdődött a 6. betyárdal és borverseny. Én azt gondolom, hogy ez volt a kiinduló pontunk, hogy erre kellene akkor a mai napot felfűzni. Remélem, hogy nagy lesz az érdeklődés. A kempingből bízom benne, hogy nagyon sokan ki fognak látogatni, hiszen próbáltunk olyan programokat szervezni, a külföldi vendégeinknek is. Itt gondolok a sétakocsikázásra, ahol német nyelven is egy idegenvezetést kaphatnak a külföldi vendégeink, hogy meglássák azokat az értékeket, azokat a szobrokat, azokat a szép utcákat, amivel Püspökladány rendelkezik, és természetesen jól érezhetik magukat itt a főtéren. A fiatal fúvósok után Halász János az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára köszöntötte a vendégeket. Elmondta, a minisztérium 700 000 forinttal támogatja a programsorozat lebonyolítását. A kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma méltányul fontosnak tart, és figyelemmel is kísér. Van az a szerencsénk, hogy egy Városok Falvak Szövetsége nevű szervezetben, amely Debrecenből indult, és én, mint debreceni képviselő is dolgozom ebben, együtt dolgozunk polgármester asszonnyal, hisz Püspökladány is tag ebben a munkában. És hát sok okos, érdekes dolog születik ebből. Egymástól is sokat tanulnak a települések, és jó látni azt, hogy ahogy Balatonfüreden vagy Debrecenben már heti rendszerességgel programok, kulturális rendezvények vannak nyáron is, Püspökladányban is ez történik. Gratulálok, polgármester asszony! Kívánom, hogy jól sikerüljön ez a rendezvénysorozat. És hát, hogy az ember ne csak beszéljen erről, örömmel jelentem be, hogy a minisztériumunk 700 000 forinttal támogatja önöket ebben a rendezvénysorozatban. És természetesen a hasonló kezdeményezéseket, amelyek elindultak, figyelemmel kísérjük, és mivel Püspökladány és a püspökladániak megérdemlik a támogatást, ezután is odafigyelünk erre. Érezzék jól magukat ma este is, egész nyáron és máskor is a városokban. Köszönöm a figyelmet! Mivel a rendezvény szorosan kapcsolódott a délelőtt megrendezett 6. betyár és pásztordal versenyhez, ezért az est folyamán elsőnek a Kenderkóc Néptánc Együttes tagjai idézték meg a színpadon a betyár világot. Béres lettem, béres, már be is szegődtem, itt az új esztendőjön a szegértem. Sajnálom meg rövet, most járom szegemet, gövbe isztikében szöke szegődtem. Homodajak karám mellett, három juhon hatott ellet, van már juhon, van bár. Már kis angyalom, van már jó, van bárányom.
majd feljön a lapú levél, majd betaparózik szegény. A Kenderkócot a Csimpolya követte, ők kalocsai műsort adtak elő. Lépett még a Kadarcs népzenei együttes Balmazújvárosból, akik aranyfokozatot kaptak a délelőtti versenyen. Utánuk a Bárándi Nyitni Kék Citara együttes tagjai álltak színpadra. A szervező munkából a Fidesz képviselő csoportjának tagjai is kivették a részüket. Kovács Krisztina, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke elmondta, több évtizedes hiány lett pótolva az idei programsorozattal. Az igazat megvanva a polgármester asszony fejéből pattant ki az ötlet, és ehhez kérte a képviselőtestület, főleg a Fidesz frakció véleményét, és mi természetesen úgy gondolom, hogy nem ez lesz az első rendezvény, amit megpróbáltunk megvalósítani, és azonnal hozzá is csatlakoztunk polgármester asszony ötletéhez, ami ebben főleg szerepet játszott, hogy jó lenne, ha a ladányi embereknek, a környékbeli településeken lakóknak, és az itt üdülni, nyaralni érkezőknek lenne egy olyan állandó programsorozat, ahova szívesen kijönnének a hétvégén, és itt jól érezhetnék magukat. Ahogy megfigyelik majd a sorozat összetételét, próbáltuk összeállítani úgy, hogy minden korosztály megkapja a saját érdeklődési körének megfelelő programot, és azt gondolom, hogy kellenek ilyen rendezvények az embereknek, mert a városiasságát egy településnek azért ezek a rendezvények adják, és ha sikerül ebből hagyományt teremteni, akkor nyilván jövőre még szélesebb körben, még nívósabb rendezvényekkel tudunk megjelenni a Ladányi Nyár sorozatán. Város minden képviselő tagja támogat ezt a lehetőséget, hiszen egy új program indulhatott el Püspökladány városában. Ez a Püspökladány nyár rendezvény sorozat, amire még nem volt példa itt Püspökladányban, és bízunk benne, hogy a fiatalok is meg a városlakók is meg fogják szeretni. Egy új élet kezdődik szerintem a városunkban, egy új sorozat, amivel bízok benne, hogy nagyon sok rendezvényt tudunk majd megvalósítani. Fiatalokat össze tudjuk hozni, együtt tudunk lenni, együtt tudunk örülni a jó időnek, és bízunk benne, hogy a jövőben lesz miért is. A folklór és a népzene után a modern táncé lett a főszerep. A Püspökladányi Mazsoret csoport tagjai mutatták meg tudásukat a színpadon. A
kedves az életed, ne ugrálj, ne ugrálj. A műsorszámok szüneteiben a közönség soraiban nézelődők elmondták, tetszik a program és kellett már egy ilyen fesztivál Püspökladánynak. Interneten hallottuk, barátnőnk szerezte meg a címet. Hát az, hogy milyen, azt nem tudom, viszont Keresztes Ildikó miatt jöttünk el. Szerintem nagyon jó ötlet, jók a programok is szerintem, és jó eljönni ide. Hát mert itt legalább el tudom hozni a gyerekeimet. Ilyen kiállítás van itt Ladányban. Üdősök és fiatalok és gyerekeknek is való. A sztár vendég előtt lépett fel az egyik legnagyobb ladányi sztárcsoport, a Csimi Ütős együttese, akik megteremtették a jó hangulatot az est hátra lévő részére.
Az ütősök színvonalas és vérpestítő műsora után Dombi Imréné polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Keresztes Ildikó hozta el az igényes magyar zene legszebb dalait a közönségnek. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Püspök Ladány lakosságát ezen a meleg nyári estén. Először is szeretném tolmácsolni államtitkár úrnak azon szavait, amit megkért, hogy az este folyamán adjam át önöknek. Ez pedig az, hogy megismerte Püspök Ladányt most egy kicsit közelebbről, és egyértelműen érezhető az, hogy itt milyen emberek laknak, milyen összefogó emberek laknak, és azt mondta, hogy a városvezetés nagyon büszke lehet a Püspök Ladányi emberekre. Nagyon köszönöm önöknek, hogy így fogadtuk államtitkár urat, és nagyon örülök annak, hogy ezt a rendezvényt összefogásból tudjuk megvalósítani. Hiszen ilyen fellépőjeink vannak, akiket most is láthattunk a színpadon, és én azt gondolom, mindannyian büszkék lehetünk rájuk. Én azt kívánom önöknek, hogy az elkövetkezendő szombatestéken is érezzék nagyon jól magukat, kapcsolódjanak ki, és legyünk együtt szombatestéken. Vagy áldás, szerelmünk körbe jár, vagy jó, vagy fáj. A sztárvendég után Kovács Emese és Jakab Tamás ma is lágereket énekelt, majd a nyiradonyi latin táncosok fergeteges show-val kápráztatták el a közönséget. Sweet dreams I made of this, who am I to disagree? I travel the world at the seven seas. Everybody's looking for something. Oh, you, oh. Hold your head up, move it on. Keep your head up, move it on. Hold your head up, move it on. Keep your head up, move it on. Hold your head up, move
passa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. És véget ért a ladányi nyár első állomása. A város lakóknak ritkán van lehetőségük ilyen nagyszabású rendezvényen együtt mulatni az időt, így érthető, hogy nagy volt az érdeklődés, közel 1500 fő vett részt az estén. A ladányi családok jó része nem engedheti meg magának sajnos azt, hogy különböző nyári fesztiválokon, rendezvényeken vegyen részt, vagy akár nyaralni utazzon. Éppen ezért az önkormányzat gondolt rájuk, no és a turistákra. Rajta hát a ladányi nyár most szombaton is vár mindenkit a Püspökladányi főtéren.